Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit rendkívüli, rendhagyó virtuális tárlatvezetésen. Ez egy különleges alkalom számomra is. Szalontai Tünde vagyok, színész. Nekem nem mindennapos elfoglaltságom, hogy ennyi időt töltsek képek között, szobrok között. Persze járok kiállításokra, de ott általában az van, hogy van egy-két óra maximum, és átrohanunk a termeken. Néhol megállunk egy-egy képnél, de általában ennyi idő jut egy-egy kiállításra. Most ezen a kiállításon viszont nagyon klassz volt, hogy ennyi időt tölthettem a képekkel, a szobrokkal. Itt személyesen is a teremben, aztán magammal vittem haza is, és ott is elővettem, egyfolytában foglalkoztam ezekkel az alkotásokkal. Először itt vagyunk ebben a teremben Sós Nóra Zuhanás című kiállításán. Ugye Nóra ki is írta németül is és angolul is, Absturz és Falling, ami a zuhanásról nekem eszembe jut, az először tulajdonképpen olyanok jutnak eszembe, hogy lezuhanni egy fáról, vagy a hídról lezuhant, és természetesen meghalt. Arany János hídavatás, akkor az erkéről kizuhant. Szóval egy kicsit ilyen félelmetes zuhanások jutnak eszembe. A másik meg, ami így előjön, az a bungee jumping. A bungee jumping, ami hát ugye egy kötéllel, egy ilyen nagyon rugalmas kötéllel ki lehet ugrani, iszonyú mélységbe belevetődni. Be kell vallanom, hogy én még ezt nem csináltam. Még nem volt bátorságom hozzá, pedig tudom, hogy maga a zuhanás élmény, az mindenki számára olyan nagyon izgalmas lehet kivetődni a semmibe. És ugye itt van egy olyan dolog, hogy hát, hogy nem lesz rossz vége, mert megfog pár méterrel a föld felett, megáll ez a rugalmas kötél. Aztán a másik ilyen zuhanás lehet, azt se próbáltam sajnos még, az az ejtőernyővel kizuhanni, egy repülőből kiugrani. És ez már itt látható is, több festményen is talán Nóránál. Szóval a zuhanás az folyamatosan, ugye repülők vannak, a rendes, tehát igazi repülő, kontúr, papírrepülők, pillangók és emberek zuhannak. Van olyan kép, például ezek itt, ahol embereket látunk zuhanni. És egy kicsit nekem ez olyan, minthogyha az álomba be is van hunyva a szemük, itt is. Tehát, hogy az álomba zuhannának, az álmon belül, ami egy kicsit hasonlít tulajdonképpen majdnem, hogy a vízben lebegéshez is. Van egy ilyen átéltség az arcukon, amelyik látszik. És nem érzem itt a fenyegetettséget, bár az benne van ugyanúgy a képben, hogy akár, ki tudja, mi lesz a vége. Egyébként, ha én is álmodom, akkor az van, hogy se a repülésnél, se a zuhanásnál, hál' Istennek, nincs vége. De ott van a feszültség, bennem van a feszültség, ugye ez a félelem, egyszerre az izgatottság és a félelem is. Ami Nóránál először, amikor beléptem a terembe, vagy először ismerkedtem a képeivel, az volt nagyon meghatározó, hogy milyen erős színeket használ. És ebben van valami, számomra valami gyermeki bátorság, hogy gondolkodás nélkül, vagy indulattal, vagy ilyen vagánysággal oda teszi ezeket a színeket a képekre, és általában mindegyiknek ugye ez a háttere, hogy, és látszik is maga a gesztus, tehát ez már egy gesztus festészetnek lehetne mondani. El tudom képzelni, hogy akár a tenyerével csinálja ezeket. Ebben is van valami gyermeki, hogy közel vagyok még az anyaghoz. Akkor nem gondolkozom nagyon, hogy milyen színeket tegyek föl. Ez végtelen szabadságot érzek ezekből a színhasználatokból. Vagy egy nagy ecsettel, vagy akár egy szivacsal felteszi a képekre a színeket.
De aztán ahogy közelebb megyünk ugye a képekhez, mondjuk akkor ehhez, de bármelyikhez itt a terembe, feltűnnek, hogy egy csomó rétege van. Tehát van ez a színes háttér mindegyiken, aztán nagyon erősen jelen vannak a kontúrrajzok. Ezek egy picit a graffitire hasonlítanak nekem, sőt lehet, hogy olyan technikával is csinálta őket. Itt ezen a képen a Kejfel Juliska jelenik meg. Ugye az különös, mert általában Kejfel Jancsit mondunk, de hát ez kimondottan ki lány arca van ennek a Juliskának. Tehát vannak ezek a technikai különbözőségek, hogy ez a gesztus, akkor ez a graffiti-szerű, és aztán a kontúrrajzok. A kontúrrajzokban is nekem megjelenik az, hogy a kétdimenziósság, aztán itt már például ebben már a háromdimenziósság, és akkor van talán szénnel vagy grafittal, már most még jobban, még a három dimenziót még jobban kísérem, finomabban kezelem, és itt egy egész városkép is megjelenik a képen. Nekem ez a fajta rétegzettség, ez egyszerre ugye technikai, mert sokféle technika van, megoldás, és másrészt pedig a gondolatnak a folyamatos. Tehát elképzelem Nórát, például, hogy ott a gyerekszobában van, szerintem sok időt tölt a gyerekszobában, mert vannak gyerekei, és elképzelem, hogy most csak úgy állott, figyeli őket. Játszanak a gyerekek, de ugye az ember, ahogy így létezik, egyszerre, egy pillanatban rengeteg minden történik az agyában. Kap egy telefont, akkor egy teljesen másik dimenzióba kerül. Hall egy hírt a rádióban, beugrik egy másik ország akár, vagy nem tudom. Szóval ez a fajta a gondolatiságnak a fejben történő, ami történik a fejben, hogy ez a rétegzettsége és a mostban valahogy egy összegződése számomra jelenik meg a képein. És az is nagyon érdekes, hogy hogyan bánik a nagyságokkal. Mi a képein a nagy? Hát itt valószínű, hogy ő maga áll, és ő a legnagyobb. Ő uralja a képet. De mivel áttetsző, az egy nagyon erős hatása van annak is, ami a háttérben látszik. De mégis neki van egy olyan tartása, egy olyan jelenléte, ami talán a legfontosabb ezen a képen. És érdekes módon a kezébe van egy buborékfújó. Számomra a buborék folyó és a buborék az nagyon erősen kötődik a gyerekekhez, a gyerekkorhoz. Ebben is érzek valamiféle szabadságot, hogy felnőttként árt, ugye a művészetet képviselve vagy művészként, mégis nagyon erős a kapcsolata a gyermekiséggel, a gyerekeivel, a gyermeki világgal. Én is imádtam használni a buborék fújást. Sőt, amikor bohóc doktor voltam, akkor egészen pici, pár hónapos gyerekektől kamaszokig voltak a kórházban, és őket látogattuk meg. És ez volt az egyik leghatásosabb. Egy pici babánál ez egy csoda. Tehát a semmiből, ebben van nekem valamilyen ártatlan, és közben egy varázslás is. Ugye itt van egy semmi különös, egy izé. És teremtek ilyen gyönyörű gömböket. Hát ez varázslatos. De a varázslat nagyon hamar így meg is szűnik. De tudok én, felnőttként és hát gyerekként is, bármennyit újra és újra teremteni. Ez a motívum, a buborékfújó, Nóránál még több képén is visszatér. Most ide eljutottunk ehhez a képhez, ami szintén egy nagyon különös kép számomra,
mert be kell vallanom, hogy egy teljesen hasonló osztályképen van, azt hiszem harmadik vagy negyedik osztályból, és talán hihetetlen, de ilyen kis cofim volt akkoriban. Egyenes volt a hajam, most már ilyen göndör lett, és így ültem. De hogy mi a különös ezen a képen számomra? Hogy pont a fotókon ugye az a lényeg, hogy mindenki nyitva tartsa a szemét. Ugye, ha valaki becsukja, akkor újra kell készíteni. Itt meg pont fordítva van, mindenki behunja a szemét. És ettől ez az osztálykép, ezek a gyerekek valahogy egyrészt nagyon erősen a múltat hívják nekem elő. Ugye manapság már ilyen képek nem készülnek, főleg ilyen úttörő vagy kisdobos nyakkendőben. Tehát ez tényleg egy régebbi fotónak a behívása. De valahogy olyan, mintha egy halott osztály lenne. Ez is érdekes, mert színházilag Tadeusz Kántornak volt egy nagyon híres előadása, a halott osztály. Ott felnőttek játszották a gyerekeket. De hogy itt is van valami halottság, meghalt. Ugye hát azóta ki tudja, mi történt ezekkel az emberekkel. És megint ez a rétegzettség megjelenik a képen. Hát ki a legnagyobb? Ez a kicsi gyermek. És mi van a kezében? Egy buborékfolyó. Mi az igazán fontos? Ki tudja? Sok minden egyszerre fontos lehet. De lehet, hogy nekem pont ez, mert azt hiszem ez a varázsszeruzának egy, talán azt hiszem ő rajzolta, volt egy ilyen rajzfilm sorozat. Lehet, hogy ő rajzolta ezt az egész képet. Ha nekem van emlékem, emlékem erről a figuráról, akkor nagyon erősen kötődöm. És ez szerintem nagyon ehhez a képhez is kötődik. És itt is milyen érdekes, hogy ez egy nagyon egyszerű kontúrrajz, Míg ez pedig ugye ez a klasszikusabb, ez is inkább a régi, ilyen klasszikusabb stílusban van megrajzolva. De a kislány, mégis a kislány a legnagyobb rajta. Tehát ő a legfontosabb, ő a remény. Ez az érdekes Nóránál számomra, hogy egyszerre van rajta nagyon erősen, itt van egy harmadik A egyébként, hogy ez a gyerekek, a színek, a kejfel Julcsi, a pillangók, hogy ez nekem mind valami nagyon, még mindig azt a tisztaságot, azt a reményt sugallja, és akkor megjelennek ezek a fekete, erőszakos, vagy kevésbé erőszakos, nekem például ez is egy nagyon erőszakos, ráadásul számomra egy olyan bogár, amit hát nem szívesen fogok meg, és itt egy ekkorába megjelenik. Tehát iszonyú nagy, és támadja az osztályt. Ennél a képnél, ami először szembe tűnik, az a láj, ugye? Hazugság. Nóránál ő segíti szerintem a nézőt, a befogadót abba, hogy megértse a képeit. Ugye sokszor az hangzik el a modern, a kortárs művészetben, hogy jaj, mit akart vajon a művész, és hát nem értek semmit azokból a képekből. Itt szerintem egy csomó mindent meg lehet fejteni, vagy segít az asszociációban sokszor. Tehát a néző elmerülhet is, és az emlékeiben kutathat, és biztos, hogy talál valamit. Hát itt a lánynál, ugye hát ott van a Pinocchio figura, akinek, mivel hazudott, megnőtt az orra. De ott van egy távol-keleti, talán anyuka a kislányával, maszkban, ami meg nagyon maivá teszi nekem ezt a képet. Milyen különös, ugye? Hol van itt a hazugság? Mi származott távol-keletről? Miért kell hazudni? Feje tetején állt a világ. Szóval miközben egy nagyon színes kép, azért így, szóval így felsóhajt az ember, vagy hogy jaj, mi lesz itt. Na, menjünk tovább.
két olyan kép van, aminek a formája ugye kerek. Ez nagyon érdekes számomra. Egy kicsit olyan, mintha egy távcsövön néznék például. Nekem beidézi azt. Távcsövön nézek valamit, és ott is akár egy idő távcsövön, ugye? És annak eleve kivágja ezt a kerekséget maga a távcső, hogy mit látok rajta. És nagyon érdekes, hogy látom, ahogy időben rétegződik itt is, hogy ki hogyan próbált repülni. Ugye talán ez a, itt van egy ilyen alak, nem tudom, ez egy ilyen biciklis repülő, akkor ott van a Zeppelin. És aztán itt van egy, amiről már beszéltem is, hogy kiugrani, kivetődni, kizuhanni egy repülőből. Aztán persze ott van a homokóra, ami mindig az idő múlása. Ami természetes is. Hát ez van, az idő múlik, hol sötétebben mutatkozik meg, de azért itt van. De ha nézem ezt a távcsövet, vagyis nem távcsövet, hanem távcsövet, nézem a távcsövet, ami kivágja számomra a láthatót, és mindenféle dolgot nézek a múltba, és egyszer csak belepül egy pillangó, ugye, a képbe, és az lesz a legnagyobb, ráadásul fekete, ráadásul halálfej van benne. És ettől az egész egy nagyon erős fenyegetettséggé válik számomra. Miközben egy pillangó ilyen kis picike, de ha a távcsövem elé repül, az lesz a legnagyobb. Hú, ez is ilyen sötét jövő. Itt van egy nagy repülő ezen a képen. Ez talán olyan, mint egy repülőkatasztrófa. Látom, hogy letört a repülő hátsó része. Hú, itt is nagyon sok minden keveredik, kavarodik a képen. Mindig megmarad a színes háttér, és ez nagyon, nagyon izgalmassá teszi, de itt is megjelenik egy nagyon érdekes, egy stamp, ami az a láj. Ez egy erős gesztus. És akkor a pénz is, ami mosolyog a képen. És kire mosolyog, vagy hogy? Erre a különös szoborra, egy antik szobor? És aztán itt vannak a benszülöttek, akik közé bezuhant ez a gép. És például kecsegtet akár egy, nem tudom, az orvos ígéretével, de ki tudja, hogy milyen rombolást visz véghez. Tehát ez a zuhanás, itt benne volt, túlélték? Lehet, hogy pár ember túlélte. A két világnak, ugye, a találkozása, ki tudja, mi lesz itt, milyen jövő várható. A következő kerek kép, ennek azt hiszem a címe, megnézem, az óra körbejár. Hát igen, ugye ez is egy klasszikus forma, az óra körbejár, tehát milyen jó lenne így megpördíteni ezt a képet, és végignézni, hogy mi minden van rajta. De ami a leginkább feltűnő, az megint hát ugye talán maga a festő a buborékfújóval, és a tükörként egy idős ember, aki lehet akár önmaga, ugye, hogy majd egyszer csak oda jut. De lehet az ő felmenői is lehetnek, vagy felmenője. Tehát ez az idő körbejár. És akkor itt van egy kisgyerek, talán itt egy másik kisgyerek, két bimbó, amiből még bármi lehet. És a pingvinek, és az idő múlik, és telik. A többi képen is nagyon sokszor feltűnik ez a buborékfújás. Ez egy nagyon klassz dolog lehet. Közösen varázsolnak. Nem szoktam tárgyakat hozni kiállításra, de itt olyan erős volt valahogy a hívás, mind a buborékfújónál, másrészt meg
Hát otthon találtam egy ilyet, amit régen én is használtam, de most már a kislányom használja, vagy már talán ő sem. És megpróbálok így beszélni például. Szóval milyen különös élmény az. Hú. Tudnék így beszélni a végtelenségig, de azt hiszem inkább megfogom. És lehet ez egy keret is, egy képkeret, amiben én vagyok a legfontosabb, az én világom. És aztán Nóra képein valahogy ez az egész így megfordul egyszer csak, és körbejár. Ezeken a képeken ugye megjelenik ez a hula-hop karika. Szerintem az is mindig egy nagyon-nagyon klassz gyerekjáték. Ki ügyesebben, sőt versenyeket is lehet rendezni vele. Itt még egy valami feltűnik, hogy van egy erős kisgyerek figura, és akkor van egy fejre állított másik, ami szintén gyerek, és ezen is megjelenik, és ezen is. Mindegyiken, de a hula-hop karika az összefogja őket tulajdonképpen. Talán a két gyereket is összefogja, együtt, aki itt belül áll, az összetartozik. És a külső világ, az meg csináljon, amit akar. Ez a szobor, amilyen tartásban van, ez nagyon erősen hatott rám. És én megérinthetem most ezt a szobrot, mert kiváltja belőlem ezt valahogy. Nagyon különös ez a forma. Ez akár mondhatjuk, hogy ez a csecsemő tartás, de egy védekezés is. Hogyha én fölállok, és ránézek erre a szoborra innen, akkor én lehetek egy hierarchiában feljebb álló, és ő pedig a szolgám akár. De sokszor inkább a védelmet váltja ki belőlem. Ami még nagyon különös ebben a szoborban, hogy levéllel van beborítva. Pár évvel ezelőtt olvastam egy olasz párról, akik kitaláltak egy különleges temetkezést. Organikus kapszulának hívták, és a halottat, vagy a hamvait egy ilyen kis tojás alakú kapszulába teszik be, vagy ha a testet akarják eltemetni, akkor pont ebbe a formába tudják belehelyezni egy tojás alakú kapszulába. És az a céljuk ezzel, hogy tulajdonképpen ezt a kapszulát beleültetik a földbe, és vele együtt egy fát is ültetnek. És idővel a fa gyökerei körbeölelik ezt a kapszulát, miközben a kapszula feloldódik, meg a hamvak, és tulajdonképpen abból táplálkozik a fa, és kinő egy fa. És ezt nevezik zöld temetkezésnek. És ha megkérdezik tőlem, vagy megkérdeznék tőlem, hogy én szeretnék-e így temetkezni, vagy eltemettetve lenni, akkor azt mondanám, hogy igen, nekem ez a vágyam, olyan szépnek találom. És ők azt is mondták, hogy így a temető az nem egy ilyen szomorú hely lenne, hanem ilyen csöndes, gyönyörű fák között lehetne sétálni, beszélgetni az elhunytról, és így emlékezni. Szóval, hogy mindenféleképpen valahogy ez a szobor nekem valószínű, hogy a levélborítás miatt is előhívja az elmúlást, hogy mióta van itt, vagy ez egy olyan, mint egy múmia, hogy ezzel borították be, hogy megőrizzék az örökké valóságnak. Nagyon különös, nagyon szép, nagyon örökké való. Egyszerre van benne az élet és a halál. Ugyanúgy a körforgás, a természet körforgása. Milyen szép, hogy így belesüllyed a természetbe, aztán majd valamiként kinő újra. Menjünk tovább.
ez a szobor, ennek a szobornak az a neve, hogy Flóra. Azért különös számomra, mert én egy Flóra anyuka vagyok. Az én kislányomat Flórának neveztem el, neveztük el. Azért is különös, mert egy ilyen, egy virágot tart a kezébe ez a Flóra. És igen, mindig az az élményem, vagy érzetem ezzel kapcsolatban, hogy amit nézel, amit sokáig nézel, és ez a többi szoborra is érvényes, azzá válsz egy idő múlva. Tehát, hogy egy virágot néz, és lassan, lassan ez a nézés, ez a kapcsolat, ami kialakul a virág és ő közötte, nagyon erős, nagyon szervesen oda-vissza hat, lassan az egész teste ezé a virággá alakul át. És ekkor válik ő igazi Flórává. A természet istennőjévé. Mindegyik szobor olyan fából készült, hogy így meg szeretném tapogatni, amit persze, ha kiállítás lenne, akkor nem lehetne. És körbe is lehet járni. Ugye a szobornak az a külön mindenhonnan meg lehet nézni. Van ez a következő szobor itt. Ez is nagyon különleges. Miközben van egy archaikus tartása, ugye, és egy ember formát ábrázol, tehát megmarad ez az emberi formája, de belül üres. És mégis nekem nem az űr, ami azt hiszem elsőre így megmarad ebből, hanem talán a lélek. Valahogy a lélek az ilyen láthatatlan, megfoghatatlan, és mégis azt érzem, hogy ott van. És ez a különös hálótest, ami megőrzi. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet a testünk, amikor miután meghalunk. Valahogy ilyen. Egy ilyen lélekkapszula, visszatérve a kapszulákhoz. És hogy meddig dolgozhatott vele Gábor, hát azt elképzelni nem tudom. És ebbe is olyan jó lenne belebújni tulajdonképpen. Ezek a szobrok mind azt váltják ki, hogy valahogy megfogjam, megérintsem, belebújjak, kipróbáljam, magamra vegyem őket. Csodálatos. Ez a kettő is olyan egyébként, hogy hát erről nem jut eszembe semmi. Nem baj, nem. Jó. Itt van egy ilyen tölgy, hölgy. Őróla is az az érzésem, hogy valahogy addig adta át magát a természetnek, ennek a fának, hogy ő maga is azzá vált. Tölgylevelekből áll a teste. És benne érzek egy ilyen súlyosságot, míg az előző szobrokban nem annyira éreztem ezt. És valahogy itt megjelenik a tölgynek a súlyossága. Dániában, amikor több évig kint éltem, részt vettem egy Body Weather csoportnak a tréningjén. Ez egy Japánból származó mozgás és táncforma együtt. Ugye nagyon érdekes, hogy Body Weather, hogy ez mit is jelent, hogy nagyon erősen hat a testre a környezet, a természet, az időjárás, a táj. Ők úgy használják a testet, hogy tulajdonképpen egy idő után elfelejtik, hogy az emberi porciót, és átadják magukat az időjárásnak, vagy a természetnek, az erdőnek. Tehát arra teszik érzékenyé a testüket, hogy a szél mondjuk hogyan alakítja át, és a mozgást, és ebből hoznak létre mozgást. Valahogy erről az egész kiállításról ez jut eszembe, hogy hogyan adom át magam a természetnek, és hogy ez milyen jó érzés lehet, hogyha valaki erre képes. Ez csodálatos lehet.
Ez nagyon erős kapcsolat alakulhat ki, amit szerintem ugye manapság már eléggé elvesztettünk, hogy vissza a természethez. Hát így lehetne, és egy olyan erős meditációs állapot, hogy csak úgy lenni, hogy úgy belefeküdni a fűbe, és hagyni, hogy fűvé változzunk. Gábornak ilyenek a szobrai. Aztán itt van egy, most már nem növény, hanem kis katica bogarakból összeállított test. Itt is az van, hogy a szobor kezébe talán egy katica bogarat néz. Megint addig nézte, amíg azzá vált. Miközben számomra ez egy picit olyan ijesztő is ez a szobor, és eszembe jut az, amikor a méhek így belepik az embert, hogy ebben van egy ilyen kicsit viszonyogtató érzés is, de közben meg egy nagyon szép női alak. Talán a feje az, ami a legijesztőbb ilyen szempontból számomra, de egy nagyon bájos tartásban van, egy nagyon arhaikus bájos tartásban van. És aztán itt vannak a szintén katica bogarak, csak ezek már ilyen sötétek. És ő már nem is nézi a katica bogarakat. Őt lassan elfogyasztják. Itt vagyunk Pánföldi Zoltán termében, Schrödinger macskája című kiállításon. Először, amikor megláttam ezeket a képeket, akkor olyan, mintha fotókat látnék. De aztán persze kiderül, hogy nem csak fotók, de hogy a képek alapja az 100-120 évvel ezelőtt készült felvételek voltak, és az akkori Bécsből, az akkori monarchia helyszínéről készültek. És nagyon érdekes, hogy Zoltán kiment Bécsbe, talán kint töltött hosszabb időt is, és megkereste ugyanezeket a helyszíneket, és megpróbált ugyanabból a szögből készíteni újabb felvételeket. Ez néhol nagyon érdekes volt, mert majdnem ugyanúgy maradt az épület, sőt, még talán a felirat is, vagy csak az változott. Máshol meg, hát az egyik kedvenc képem, Man, teljesen megváltozott a két kor közötti építészet. Ugye volt egy talán vízszállító kocsi, hát legalábbis egy hordó van rajta, lehet, hogy alkohol van benne, nem tudom. Az a 100 évvel ezelőtti fotón volt, és hát egy teljesen modern épület került mögé. És itt meg, ez is a mostani, egy modern szobor, talán azt hiszem egy olasz szobrász alkotása, ami most ott áll a téren. De milyen különös, ahogy így egymásra kopírozódnak ezek a képek, hogy olyan, mintha akár a kocsin is ülhetnének ezek a kis alakok. Nekem ez azt is jelenti, hogy vajon mi a mai, a valóban mai, hogy onnan nézünk előre 100-120 évet, mert maguk a képek inkább a régi fotókat idézik fel. Ez a fekete-fehér, egy kicsit ilyen pergamen színnel megfestve, ami méhviasszal készült. Tehát ezek mind inkább a régi felvételeket idézik, és mégis, amikor feltűnik rajta egy ennyire modern épület, akkor ez egy nagyon különös, és egyből mindkét időt beidézi. Sokszor az a képzetem van, hogyha egy régi ház mellett elmegyek, ami hál' Istennek még ma is megvan ezek szerint, ugye, hogy így nézném a házat, vagy akár ez lehet, hogy ez egy szálloda volt, és hogy ki mindenki lakott benne, milyen élet volt 100 évvel ezelőtt, és milyen most, és hogy cserélődtek az emberek,
hogy cserélődtek a bútorok. Tehát egy-egy ilyen háznak elképesztő története, történelme van. És itt, ahogy a Zoltán alkotásában van ez a híd, ami a két időpont, a ma között és a 100 évvel ezelőtti időpont között, így van egy ilyen híd, és azon mi, nézők, lehet, hogy átfutunk, visszafutunk, de megállhatunk közbe is. És elgondolkodhatunk, hogy vajon milyen élet lehetett. Szegények, gazdagok? Általában itt azért jó módúak úgy tűnik, de talán szegények is éltek, szolgák, cselédek. Tiszta volt a ház, piszkos. Szóval nagyon érdekes ez az időutazás. Egy pillanatban mind a két időben benne vagyunk. Ott van egy másik kép, amin ez nagyon erősen látszik, hiszen ott két autó is van a képen. Az egyik egy nagyon régi felvételről van, és egy pedig egy mai. De lehetne akár most is, ez készülhetne csupán ma. De nem, hát azért ez is egy régi felvétel, és aztán a rá van kopírozva a mai kép is. És hogy 100 év tulajdonképpen az nem is olyan hosszú idő a történelemben, de és aztán mégis, hogyha kifeszítjük, hogyha óráról órára, napról napra végig gondoljuk, akár naplót írnánk, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú idő. De itt a képen látva ez semmi. És mégis mennyi minden változik, változhat. Vagy éppen, hál' Istennek, megőrzik. Ami még különös, hogy Zoltán használ ilyen kis mozaikokat. Tudom, hogy volt kint Rómában, és ott beleszeretett a mozaikba, nem csodálom. Én is éltem Olaszországban, nem Rómában, hanem Ravennához közel, és sokat látogattam ugye az ottani híres templomokat, ahol tényleg a mozaik művészet leggyönyörűbb alkotásai is vannak. Úgyhogy elhiszem ezt a szerelmet a mozaik iránt. Mondjuk az a különös itt, hogy ugye a mozaiknak az a természete, hogy nagyon sokat kell, nagyon sokáig rakni, kirakni, hogy egy felületet kapjál. Ő csak éppen így jelzésszerűen oda teszi őket. Játékos. Ettől még egy kicsit olyan játékosabb lesz ez a nagyon komolynak tűnő kép akár. Akár egy kisgyerek is rakhatta volna oda, olyan. Itt ezeknél a képeknél aztán még inkább ráerősít arra, hogy ez egy rég készült felvétel. Ugye régen készültek ezek a fényképek, amiknek ez volt a formája valahogy, hogy egy sötét, ilyen ovális alakba, vagy akár kör alakba is készítették őket. De hát közben meg ugyanúgy a ma is ott van rajta. Aztán a mozaikokon kívül mindegyikhez nagyon érdekes, hogy így odafest valamit. Az egy számomra egy erős gesztus, hogy egyrészt, hogy milyen színnel, milyen formát, valahol nem tudom megállapítani pontosan, hogy mit is. Ez hogy kerül oda? Nem tudom. De egy másikon, meg akár meg is érthetem. Például itt egy napernyő, sétál valaki, ami persze furcsa is, hogy kerülhet oda, de mégiscsak ott van. Nagyon kevés a képeken az ember. Ha van, akkor is inkább például ezen ilyen tömegszerűen, az olyan, mint talán egy híd is lehetne, igen. És úgy mennek, úgy finoman. De ott van egy villamos rajta. Pici kis figurák kirajzolódnak. Aztán itt a lovaskocsik, ami elsőre azt gondolná az ember, hogy hát az biztos a 100 évvel ezelőtti képről van, de mivel tudjuk, hogy Bécsben ma is járnak, sőt ugye Budapesten is a várban ezek a lovaskocsik, lehet, hogy pont egy mai felvételről került oda. Vagy azóta élnek ezek a lovak? Ki tudja. Itt van egy templom.
felmerül a kérdés bennem, hogy vajon ez a templom, ez négy tornyú? Vagy csak két tornyú volt? Az egymásra kopírozás alkotta meg ezt az új építményt. És milyen érdekes lenne felépíteni egy ilyet valójában. Hogy van eredetileg egy két tornyú, és így meg lehetne alkotni egy teljesen új négy tornyú templomot. És hogy tulajdonképpen van egy nagyon erős ez a fényesség, és akkor lehet, hogy csak második ez az eredeti, ez az erős, és a másik két torony, az csak az árnyék, az csak az elképzelt, az ilyen késő este, amikor minden körvonal egy kicsit így szétbomlik, szétfoszlik. Amúgy is a képeken ez nem az éles vonalak jellemzőek, és ettől egy kicsit olyan álomszerű lesz, vagy van benne ez a késő este, ez a nap lement már, és ez is egy kicsit az időtlenséget erősíti. Itt is valószínű, hogy mai kép, talán mai emberek is közlekednek itt, és 100 évvel ezelőttiek is. Milyen érdekes lenne, ha ők találkoznának, vajon mit mondanának egymásnak? Elmesélhetnék, hogy mi történt azóta. Köszönöm, hogy velem tartottak, és kívánom önöknek, hogy legalább ennyi időt tudjanak eltölteni egy-egy kiállítás alkalmával, amennyit nekem most sikerült. És remélem, hogy legközelebb élőben találkozhatunk. Minden jót!